folyamatos az ellátás, új cég végzi az orvosi ügyeletet. Zöld szüret, holnapig kell végezni a gazdáknak. Tourist Police, középiskolások segítik a rendőrök munkáját. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek! Új cég végzi a 16 órás vidéki orvosi ügyeleti ellátást július 1-től. Több sikertelen közbeszerzési eljárás után a mikrotérségi ülés úgy döntött, hogy a 13 település közösen létrehozza az ügyeletet ellátó céget. Az orvosvezetőn kívül ugyanazok a szakemberek látják el a vidéki betegeket, mint eddig, viszont a Gyöngyösi Önkormányzat plusz fedezetet biztosít az óradíjak emelésére. Csendes a Dózsa-György utca, az ügyeleti autók is az épület mellett állnak. Itt 24 órában látják el a gyöngyösi betegeket az orvosok, a vidéken élőknek pedig 16 órában biztosítják a kezeléseket, ugyanúgy, ahogy eddig. Az orvosi ügyeletet szervező cég azonban július 1-től közös megegyezéssel szerződést pontott, a 13 település pedig két sikertelen közbeszerzés után egy saját cég megalapításában állapodott meg. Az új társaság megkapta a szükséges engedélyeket, így az ellátás folyamatos maradt. Az orvosok pedig a hétvégéken és ünnepnapokon háromszoros, hétköznaponként pedig több mint kétszeres óradíjat kapnak. Az ügyeletet ellátó szakemberek többsége tovább dolgozik az új cégben, de van kivétel. Időközben az a fiatal háziorvos, aki az egész ügyelet szervezését, vezetését vállalta volna, lemondott. Többek között ennek a intrika, pletyka és bizonyos szakmai vonatkozású dolgok miatt is. Gyakorlatilag lemondott erre a vezetésre, most keressük azt az orvost, aki az egész ügyelet szervezését összefogja, mert törvény szerint kell egy orvosvezető, de nem az orvos szakmai munkát, hanem az ügyelet szervezését kell vezetni. A nyári időszak le van fedve, tehát az ellátás folyamatos lesz vidéken is, azonban ha az egészségügyi dolgozók nem vállalnak ügyeletet, az rájuk is visszaüthet. Hogyha az orvosügyelet nem tud működni, orvosok részvétele nélkül, akkor azt kell mondani a társulásnak, meg az önkormányzatoknak, hogy visszaadjuk az ANTS-nek, hogy nem tudjuk megoldani, és az ANTS akkor viszont kötelezze orvosokat, hogy napi 24 órában a saját körzetében neki kell ügyelni. Az orvoshiány egyébként továbbra is gondot okoz a térségben, több településen helyettesítéssel van megoldva a betegek házi orvosi ellátása. A Fecske úti tagóvoda konyha felújításával kapcsolatos döntést is hozott a Gyöngyösi Képviselőtestület júliusi rendkívüli ülésén. A grémium útfelújításokról is határozott. Még 2018 májusában nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Fecske úti tagóvoda konyha fejlesztésére. A közel 70 millió forintos beruházásra benyújtott pályázat pozitív elbírálásáról tavaly októberben kapott értesítést az önkormányzat, a kivitelezési munkákat a Városgondozási ZRT végzi. A több mint egy évvel ezelőtt készült tervezői költségbecsléssel szemben azonban az időközben bekövetkezett áremelkedések és előre nem látható munkák miatt többletforrás vált szükségessé, amit az önkormányzat biztosított annak érdekében, hogy a konyha, amely több gyöngyösi óvodát is ellát, szeptembertől újra működhessen. A többlettámogatás mértéke 3 millió forint. Mintegy 42 millió forintból újítja fel az önkormányzat a Mátrafüredi Üdülősor utcát, a képviselők hétfői döntésével pedig az Üdülősor utcához csatlakozó Borostyán utca aszfaltozása is megvalósulhat. A plusz munkákhoz mintegy 2,5 millió forintos plusz forrásra van szükség, amit a grémium megszavazott. A képviselők 15 millió forintos támogatást szavaztak meg a Gyöngyösi Atlétikai Klub számára. A klub az MB3-as labdarúgó csapat finanszírozására fordítja az összeget. A több mint 100 éves klub által fenntartott 11 gyöngyösi kötődésű játékost soraiban tudó egyesület az előző szezonban kiharcolta a bennmaradást a sportág hazai harmadik vonalában, a következő szezonban pedig az első 8. helyek megszerzését tűzte ki célul. Az önkormányzat 600 millió forintos Európai Uniós beruházással új 10 hektáros iparterületet alakít ki, amelynek Karácsondi útra való kikötéséhez egy új feltáró út épül. Azonban az eredeti tervekhez képest szélesebb utat kell építeni, amihez újabb területek bevonása vált szükségessé. Az újonnan kialakítandó feltáró út önkormányzati fenntartásba kerül, a szükséges területekért 1,7 millió forint földvédelmi járulékot kell az önkormányzatnak fizetnie, amit a képviselőtestület jóvá hagyott.
Július 10-éig, azaz holnapig kell elvégezni a gazdáknak a zöld szüretet. Amíg éretlen szőlőfürtök eltávolításáért pénzügyi támogatást kapnak a gazdák, amelynek összege hektáronként 300 ezer forinttól 1,1 millió forintig lehet. Az uniós programhoz kapcsolódó és az általuk finanszírozott támogatást az Agrárminisztérium azért vezette be, hogy enyhítse a gazdák kárát, mert a felvásárlók jelezték, hogy bizonyos szőlőfajtákat nem vásárolnak fel a termelőktől. Ennek oka pedig az előző években felhalmozódott nagyobb bormennyiség a pincékben, amely egy nagyobb válságot is eredményezhet. Az éves munkagyümölcse hevera a szőlőtők állatt a gyöngyösi földeken. Ezen a területen másfél hete vágták le a zöld fürtöket a tőkéről. Az Agrárminisztérium által bevezetett zöld szüreti támogatás elsősorban azon szőlőtermelők számára jelent gyors pénzügyi segítséget, akik nem rendelkeznek felvásárlási szerződéssel, így termésük idei eladása bizonytalan. A gyöngyösi térségben a Riesling szilváni szőlőfajtát például egyáltalán nem veszik majd át a felvásárlók, ezért többen éltek a támogatással. Azért döntöttünk mellette, mert nem volt biztos felvásárlónk, és inkább a bizonytalan kisebb bukást választottuk, mert hát az a támogatás, amit kapunk érte, az még mindig sajnos önköltségi áralat lesz, viszont valamennyi megtérül belőle, ahhoz képest, hogyha nem tudjuk eladni a szőlőnket, úgyhogy ez miatt döntöttünk így. Pontos szabály, hogy a szőlőt kézzel kell levágni a tőkéről, a gazda pedig köteles a zöld szüret elvégzését egy munkanapon belül bejelenteni a kincstár, valamint a területileg illetékes hegybíró részére. Az adatok szerint a gyöngyösi hegyközség területén is sokan végezték el a zöld szüretet. A gyöngyösi hegybírónál, aki gazdasági aktát vezet, azoknál körülbelül nagyságrendileg olyan 50-60 hektár lesz, aki leszedi. Ugye ez a gyöngyösi hegyközségnek a területe 500 hektár, nagyjából a 10-12%-át fogják zölden leszüretelni ebbe az évben. A lejelentés után az összes igénylőt ellenőrzi majd a hatóság, de nem csak a levágott szőlőt nézik, hanem azt is, hogy a terület gyommentes legyen, valamint hogy a megfelelő zöld munkák is el legyenek végezve. Így tehát a hasonlóan elhanyagolt szőlőföld tulajdonosait a hegyközség levélben figyelmeztette, hogyha nem teszik rendbe a területet, az akár a támogatás megvonásával is járhat. Jótékonysági tornát szervezett a Giovenzana FC csapata, a közelmúltban tragikusan fiatalon elhunyt két csapattársuk, Patócs József és Patkos Zoltán emlékére. Az elhunyt játékosok családjának megsegítésére, árverezésre bocsátották a magyar válogatott játékosok által aláírt mezt, ami 175 ezer forintért kelt el. Én nagy tisztelettel és szeretettel felajánlom ezt a mezt azoknak a játékosoknak az aláírásával, akik a legutóbbi Vers elleni mérkőzésen pályán voltak és győztek, és azok, akik Azerbajdzsánban is győzelemre vezették a magyar válogatottat. Éppen a magyar válogatott aláírásával ellátott mezt mutatja Sipos Jenő, az MLS főtitkára. A sportrelikvia egy szomorú esemény kapcsán került Gyöngyösre. A helyi labdarúgás két amatőr focistája, Patócs József és Patkós Zoltán halálának emlékére. A gyöngyösi kispályás közösség emléktornát rendezett. A leukémiában elhunyt két fiatalember családjának megsegítésére. Józsi egy gólkirály volt, ő mindig nagyon sok gólt rúgott, sokáig hátul játszott viszont. Egyszer viszont így bekattant, azt mondta, hogy előre megy, például már le se lehetett vakarni, hogy ő mindig csatár akart lenni, és így mentek neki a gólok, volt érzéke hozzá. Zoli inkább az a passz király volt, én inkább úgy mesélnék róla. Önzetlen, ennyiből jó volt a pályán, és hogy tőle mindig lehetett számolni, hogy kapunk egy labdát, és azt lehet, hogy bebírjuk rúgni. A torna fővédnöke Telek András a magyar válogatott és a Ferencváros egykori játékosa volt, aki ajándék focilabdával kívánt jó játékot a gyerekeknek. Elmondta, a labdarúgás utánpótlása nagyon fontos feladat. Én nagyon örülök, hogyha minél többen fotballoznak Magyarországon, és hát MLS-szel is kapcsolatban vagyok, úgyhogy tudom, hogy évről évre nő a bázis, ami alapján lehet építeni a felnőtt és a válogatott futballt, úgyhogy bízom benne, hogy minél több gyerek fog futballozni, és mi öregek is még azért megmutatjuk a játéknak a lényegét. A Vakbottyán János Katolikus Szakgimnázium tornatermében megrendezett tornán négy csapat vett részt. Azok az egyesületek, amelyekben a két labdarúgó játszott, tehát a Giovenzana FC, a Mátra Füredese, a Gyöngyös Solymos és a Patócs József baráti kör. A mezre a semleges térfél közösségi oldalán lehetett licitálni, ahol a legmagasabb felajánló 175 ezer forintért vihette haza.
Idén nyáron újra elindult a Tourist Police akció Gyöngyösön. A középiskolások június közepétől egészen augusztus végéig teljesíthetnek önkéntes közösségi szolgálatot a járőrökkel. A diákok egyebek mellett tolmácsolással segítik a rendőrség bűn és baleset megelőzési munkáját az elkövetkezendő hónapokban. Tolmácsolás és útbaigazítás. Elsősorban ezeket a feladatokat kell elvégeznie azoknak a fiataloknak, akik a Tourist Police akció keretein belül önkéntes közösségi szolgálatot teljesítenek. A program idén Gyöngyösen újra elindult, ahol a főbb területeken, mint például a főtér, a művelődési központ és a strand környékén a nyár folyamán állandó járőrözésre számíthatnak a turisták és a városban élők. Olyan személyeket várnánk, akik idegen nyelvben járatosak, illetve jól beszélnek valami idegen nyelvet, de természetesen, hogyha ugye középiskolásokról van szó, hogyha az az idegen nyelv nem megy annyira perfektül, akkor azért az még nekünk nem jelent problémát, mert itt legalább ez a szolgálat lehetőséget nyújt a diákok számára arra is, hogy ezen a területen is kipróbálják magukat. De ez a szolgálat nem csak arra hegyeződik ki, hogy tud-e az idegen nyelven a diák, hanem ez egy bűnmegelőzés és közlekedés rendészeti szempontból is megelőzési tevékenység is, tehát abban is szívesen látjuk a részvételüket a diákoknak. Idén eddig egy fiatal jelentkezett a gyöngyösi rendőrkapitányságra, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendőrség szeretné, ha minél több diák érkezne a programra, hiszen a járőrök szívesen veszik a fiatalok segítségét. A diákok részül, akik részt vesznek, szerencsére mindig pozitív, tehát amikor elválunk, akkor hát mindig úgy nyilatkoznak, hogy nagyon tetszett nekik ez a szolgálat, szívesen megcsinálják még egyszer. A mi részünkről pedig azt gondolom, hogy a rendőrség nyitottságát jellemzi, hogy fogadjuk a diákot közösségi szolgálatra, másrészt meg valóban színesítik a rendőri szolgálatokat a város területén. Marsi Zoltán hozzátette, a program azért is hasznos, mert a középiskolások nem csak betekintettek a rendőrök munkájába, hanem segíthetnek az embereknek, és közben az iskolában tanultakat is gyakorolhatják. A Tourist Police program egészen nyár végéig tart. A nyári meleg és a versenyszünet lehetőséget ad arra, hogy a sporttáborokban aktivizálják magukat a gyerekek. A fiatalok körében népszerű az Energia Gyöngyös által szervezett strandfoci tábor, melyet a Dr. Csépe György uszoda és termálfürdő területén idén megújított homokos pályán élvezhettek. Berkes László táborvezető elmondta, van visszatérő és új gyerek is a sporttáborban. Vannak visszatérőek a táborban, sőt úgy inkább bővült a létszám, jöttek új arcocskák, és hát talán majdnem mindenki a mi egyesületünkben versenyez, de lehet, hogy a más egyesületekből is jöttek. Úgy örülünk neki, és tényleg nem az számít, hogy hol fog indulni, melyik bajnokságban, vagy melyik csapatban, hanem az, hogy szeresse a sportágat, és akkor próbáljuk felkészíteni őket is arra, hogy minél jobb teljesítmény nyújtsanak, mint a saját csapatukban. Táborban találkoztatnak esetleg olyan játékosokkal, akik úgymond NB1-esek, vagy akár nemzetközi meccseken is voltak, és tudnak mit átadni? A segítők között igen, a Barta Bazsi az U21-es válogatott tagja, és sőt, bemutatott már a felnőtt válogatottban is, van nemzetközi mérkőzése. Nagyon sokat segít itt a táborban, főleg, hogyha technikai elemeket kell megmutatni. A táborban vendég volt az NRGSZ és strandfoci bajnoka, Marosi János is, aki bízik abban, hogy csapatával idén is lesz ok az ünneplésre. A csapat sikere az én sikerem, és az, hogy most egyénileg mit érek el, az egy másik dolog, de nyilván a csapatnak a sikerét kell szem előtt tartani. Ugye háromszoros bajnok csapata van a Energiának a felnőttben, lesz-e négyszeres? Nagyon nagy kérdést tettél fel, hát benne van, hogy lesz, benne van, hogy nem. Tehát az igazság, hogy egy új csapatot akarunk építeni, ami csak a helyi fiatalokra alapszik. Tehát lesz egy külföldi edző, aztán utána meglátjuk, hogy ez mire elég. Ha most nem nyerünk bajnokságot, akkor majd lehet jövőre. De szeretnénk azt elmondani, hogy tényleg a helyi fiatalokra épül a dolog. A helyi fiatalok és a régióban strandfoszizni szeretők számára már elkezdődött a bajnokság. Hétfőn az U17-es korcsoport kezdte, majd sorra következnek a kisebb korosztályok. Helyszín a gyöngyösi strandfoci aréna, mely immár akár 400 fő befogadására is alkalmas lehet egy-egy mérkőzés alkalmával. Július végéig várja a pályázatokat az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum az élelmiszeripari nagydíjra, valamint a Hagyomány és Innováció díj az agrárgazdaságban elismerésre.
A cél az innovatív fejlesztések elismerése, szélesebb fogyasztói körben történő megismertetése és további vállalkozások ösztönzése. Mindkét pályázat nyerteseit a 79. országos mezőgazdasági kiállítás és vásár keretében hirdetik ki szeptemberben. A MÁV saját forrás bevonása mellett béremelésre fordítaná a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó mintegy 1,8 milliárd forintnyi megtakarítást. Amennyiben a fenntartó is rábólint a vasúttársaság terveire, több mint 18 000 munkavállaló kaphat kiegészítő keresetrendezést. Híreink még egyszer egy-egy mondatban. Folyamatos az ellátás, új cég végzi az orvosi ügyeletet. Zöld szüret, holnapig kell végezni a gazdáknak. Tourist Police, középiskolások segítik a rendőrök munkáját. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták kedden, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap ugyanitt, ugyanebben az időben várjuk majd Önöket friss hírekkel. A viszontlátásra!